Ez a másik tó, ahova megérkeztünk, ennek a neve Öreg tó, tehát ez volt az eredeti tó, csak ugye az idők folyamán ez a rész feltöltődött, és így különböző ilyen öblök, meg szigetek, meg egyebek keletkeztek. A madárvilág az, ami legjelentősebb ezen a részen. A madarak nagyon kedvelik itt a búvóhelyeket, a nádasokban. Mint látjátok, ott van egy oszlop, azon látható egy 10-es szám. A térképen, a gödöllői térképen is rajta van, hogy ez ennek a tórendszernek mind a két oldalán van sétaút, tehát ahol jöttünk végig, ez egy úgynevezett tanösvény. A tanösvénynek különböző állomásai vannak, de sajnos a tájékoztató táblák már teljesen eltűntek, mert ezeket sok éve csinálták, legalább 10 éve, és most már csak ezeket a számozott fa oszlopokat lehet belőle látni. Ha valakinek van gödöllői térképe, azon be is van számozva az új térképen, tehát a szám alapján tudja azonosítani, hogy most merre jár. Mi most el fogunk menni az öreg tónak azon a felén, a bal oldalán, és a tónak a közepén lesz egy hosszú fahíd, azon a fahídon fogunk átmenni, és a fahídnak a túloldalán megérkezünk a strand területére, és a strandnál lesz ez a bizonyos étterem, ahol tartjuk majd az értekezletünket. Tehát, hogy tudjátok, hogy merre jártok, hol jártok, Gödöllői Dombság, Veresegyházi tóvidék és természetvédelmi terület. Thank you.
Thank you.